A mentők napja mindig is egy szent ünnep volt. Azért azt el kell, hogy mondjam, ezt talán nagyon sokan nem tudják, hogy ez a május 10-i időpont, ez tulajdonképpen az elmúlt mondjuk olyan 20-25 évben ilyen szintű ünnep. Május 10-e egyébként eredetileg 1887-ben a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapításának évfordulója, időpontja, és amikor államosítják a mentőket a II. Világháborút követően 1948-ban, akkor szerintem a nagy dicső eleinknek az emlékére, illetve tiszteletére pont május 10-én hozta létre az új kormányzat az Országos Mentőszolgálatot. És az elmúlt évtizedekben került ismét, illetve került megrendezése május 10-én ez az ünnepség sorozat. A politikai rendszerváltozás előtt is már voltak május 10-i kisebb rendezvények, de itt nagy országosan ezt 2005. május 10-ével indult el. Ez a nagyon szép és nagyon gazdag esemény sorozat. Eredetileg a mentők napja nem ezen a napon volt, mentők napjának hívták, és egyben mentők szilveszterének is. Ez 1907. december 31-ével indult el. Tulajdonképpen a végtelen szegénység és a kiszolgáltatottság volt az, ami életre hívta ezt a programot. Hát ez nem is annyira ünnep volt, bár annak élték meg, mert sikeres volt. Ilyenkor ezen az éjszakán a mentődolgozók, úrasszonyok, úrleányok és különféle társadalmi segítő szervezetek, magánszemélyek összeálltak, perseivel, adománygyűjtő ívekkel, több mint 40 ezer házmester segítette ilyenkor a mentőket is, és egy ilyen szilveszter éjszakai adománygyűjtés volt egy 24 órán keresztül, hát ezt hívták mentők szilveszterének is, hívták mentők napjának is. Rendkívül sikeres volt, ezt el kell, hogy mondjam. Gyakorlatilag a mentőszolgálat saját magát mentette meg ezáltal, mert ezekben az években ez még nem volt deklarálva, mint napjainkban, hogy a magyar állam a fenntartó és biztosítja a működését, így gyakorlatilag a mentők ezt meg oldották. És hát ez a tradíció szépen ugye átment ebbe a majális hangulatú, illetve ceremoniális ünnepségbe, amelyet ugye ilyenkor főigazgató és egyéb rangos kitüntetések elismerésével a mentőbajtársakat ugye a főigazgatónk szokta megünnepelni, kitüntetni, meg hát ugye ezt követően akkor családi nap társul hozzá. Nagyon büszkék vagyunk erre a tradícióra, és ugye ennyi év után is ezt így őrizzük. Sok-sok gyermek vágya az, hogy rendőr legyen, tűzoltó, vagy éppen mentős. Most mit tapasztalhatunk a fiataloknak, mennyire van kedvük, affinitásuk ahhoz, hogy ezt a hivatást választák? Mennyire népszerű ez a hivatás? Nagyon népszerű, hát meg tudom azt például erősíteni, hogy a Mentőmúzeumban Idestoba már úgy 12-13 éve Te is tudsz segíteni című gyermekeknek összeállított elsősegélynyújtó program zajlik. Ebben ilyen szituációs gyakorlatok kíséretében, majdnem a nagy csoportos óvodásoktól egészen az elemistákon, középiskolások, még az egyetemisták is be vannak vonva, nagyon tetszik nekik. Belátják, hogy milyen fontos a segítségnyújtás, maga ennek az affinitásának a kialakítás, ami nagyon fontos, és onnan is látjuk, hogy milyen sikeres. Többször előfordult már az, hogy iskolák visszajárnak, hozzák a gyerekeiket. És a gyerekek olyan adekvát, olyan okos válaszokat adnak is, felkészült kis mini mentődoktorok. Ezek a nagy büszkeségünk, és én úgy érzem, ez egy komoly küldetés egyben a mentőmúzeumnak is, hiszen soha nem lehet azért ezt elég korán elkezdeni. És ha ezeket a korosztályokat mi ezzel megismertetjük, ez egy nagyon nagy siker. És visszautalva a kérdésre, igen, nagyon népszerű, nagyon keresett, hát önmagában azért a mentőmunka is azért egy milyen kiemelt, egy ilyen látványos tevékenység. Én úgy érzem ennek a hivatásnak, amilyen gazdag a múltja, olyan gazdag a jövője is. Bízom benne, hogy ez ilyen gyönyörűen fejlődik tovább. Minden esünk megvan rá.